napokban közzétett tervezet szerint beszállna az állam a lakbérbe, sőt a rezsibe is, hogyha valaki hajlandó lenne a lakhelyétől több mint 100 kilométerre munkát vállalni. Konkrétan úgy néz neki a dolog, hogy a támogatás másfél évig járna, és a maximuma a mindenkori minimálbér összege lenne, ez most 93 ezer forint. Az ötlet mozgató rugója nyilván az, hogy kedvet csináljanak a mobilitáshoz. Mi magyarok ugyanis hagyományosan utálunk munkahelyért költözni, sokan még 10 kilométerrel odébb sem szívesen vállalnának munkát. Most megnéztük, hogy mekkora vonzereje lenne egy ilyen támogatásnak. Ott vagyunk már? Nem. Ott vagyunk már? Még nem. Ott vagyunk már? Nem. Ott vagyunk már? Igen. Tényleg? Nem! Nem kell ahhoz túl az operenciára menni, hogy az ember olyanokkal találkozzon, akik nem szeretnek hosszasan utazni. Magyarországon ráadásul nem is a fele királyság, hanem a megélhetés a tét. Szóval utazni muszáj. Ez például a Szegedről Budapestre tartó Intercity járat. Egy átlagos csütörtök reggelen, zsúfolt kocsikkal. A reggeli vonatokon mindig nagyon sokan vannak, és az mindegy, hogy milyen nap. Az ingázás tehát hétköznapi jelenség. Van, aki naponta órákat utazik az otthona és a munkahelye között, ami persze nem egy olcsó mulatság, akár 10 000 forintnál is többe kerülhet. A kormány most rajtuk szeretne segíteni. Jó napot kívánok! Vásárosnám, hogy kérnék szépen két teljes áru menetjegyet oda-vissza. Megkívánom, Pitmár úr? Hát hogyne, természetesen. Köszönöm. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár azt mondja, azok a jelenlegi álláskeresők, akik 100 kilométernél messzebb találnak csak munkát maguknak, most másfél éven át kapnának segítséget az államtól. Nem is keveset, összesen a 18 hónap alatt fejenként több mint 1 millió forint lakhatási támogatás járna nekik, hogy ne kelljen naponta ilyen távolságból hazautazniuk. Nyilvánvalóan a célunk az, hogy minél több ember dolgozzon Magyarországon. Ez azoknak alternatíva, akik most a kelet-magyarországi régióban akár szakképzettséggel is rendelkeznek, és mégis képtelenek elhelyezkedni, akár évek óta otthon vannak, és várják a jó szerencséjüket. Márpedig ilyenek akadnak szép számmal, de róluk majd egy kicsit később. Előbb nézzük meg, mire is elég ez a tervezett támogatás. A javaslat szerint például az első 6 hónapban a mindenkori minimálbér, tehát jelenleg 93 ezer forint erejéig, az állam fizetné az elköltözők lakbér és rezsiköltségét is. Hogy kiderítsem, ez az összeg vajon elég lehet-e, elmegyek az egyik legnagyobb magyarországi ingatlan közvetítő irodába. Általában a családfő jön ez a tapasztalat, hogy egy fél évre, egy évre előre jön a családfő. Ők egy szobás, másfél szobás lakást keresnek, tehát ők próbálják a költségeket alacsonyan tartani. Az pont Budapesten egy 60 ezer forintos bérleti díjat jelent, vidéken pedig egy 40-50 ezer forintos bérleti díj. Ezeket a bérleti díjakat tehát valóban fedezni a tervezett állami támogatás. A rezsi költség azonban nagyon lakásfüggő, Attila nem is tud átlagos összeget mondani. Úgyhogy találomra felhívom az egyik, Budapest 11. kerületében dolgozó ügynöküket, aki kis hián el is ad nekem egy lakást. Ennek mennyi a rezsi költsége? 30-40 ezer forint között jön ki átlagosan. Hogyha számolom a havi bérleti költséget és a rezsit hozzá, az összesen mennyire jön ki? Vagyis 93 ezer forint állami támogatásból még Budapesten is szinte teljes egészében megoldható a lakáskérdés. Nem lehetne inkább az, hogy ne 100 kilométeren túl, hanem 100 kilométeren belül legyen munkahelye minél több embernek? Török Zsolt, a legnagyobb ellenzéki párt szóvivője, aki maga is rutinos ingázó, úgy véli, ez inkább csak amolyan tüneti kezelés lenne, nem pedig megoldás a valódi bajokra. És sem a családosoknál, sem pedig a fiataloknál nem érne igazán célba. Ma már nem 100 kilométeren túlra mennek nagyon sokan dolgozni, hanem 1000 kilométeren túlra. És a kormány vagy vándorbotot, vagy koldusbotot ajánl a fiataloknak. Tehát például a pályakezdőknél, ha van egy nagyon jó szakmája egy pályakezdőnek, akkor az a pályakezdő fiatal elmegy akár 1000 kilométert is, és külföldön telepezik le. Én minden esetre találok olyan fiatalt, aki nem megy el 1000 kilométerre, hanem csak 85-re, viszont onnan naponta ingázik. Virág Mihály minden nap 4 órát tölt utazással, hogy a Fehérvár mellőli otthonából eljusson budapesti munkahelyére. Ha jól számolom, nagyon sok időt nem töltesz otthon. Hát jól számolod, sajnos nem. Tehát a legalapvetőbb dolgokra jut csak idő, hétköznap. Bevásárlás, esetleg egy vacsora, de komolyabb programot otthon nem tudok tervezni. A fővárosba azonban nem szeretne költözni, inkább vállalja a napi 4 óra utazást. Ha itt maradnék Pesten egyedül egy albérletben, akarva-akaratlanul csak a munka körül forogna az egész életem, és nem tudnék úgy kikapcsolódni. Még hogyha nyilván vannak is itt barátok, kollégák, de a feleségem nélkül biztos, hogy nem ugyanaz lenne.
A téma egyik legnagyobb hazai kutatója szerint is ez, vagyis a családtól való elszakadás lehet a fő probléma a javaslattal. Senki sem költözik ugyanis szívesen távol a szeretteitől. Márpedig a terv szerint csak 100 km fölötti ingázás esetén járna a lakbértámogatás. Kocsis Jánost a Balatonon érem el, ahol éppen a gyermekeivel nyaral. Nagyon sok negatív következményem a családok számára, tehát hogy nem látják egymást, vagy hétvégén látják egymást, viszont hétvégén a hazaérkező az fáradt, tehát leginkább alszik, és akkor sem tud a családjával törődni, ebben nagyon nagy feszültségek keletkeznek. Gyakorlatilag nincsen családi élet, és ez nagyon megsínli a családoknak a lelki egészsége ezt a dolgot. Márpedig erre a problémára nem jelent megoldást a kormány javaslata, amely a kutató szerint is legfeljebb a fiatal, család nélküli pályakezdők számára lehet vonzó. Ezt támasztja alá az a szívhez szóló levél is, amely néhány napja érkezett a Napló szerkesztőségébe. Egy elkeseredett édesapa írt e-mailt nekünk. Én itt dolgozom Budapesten, és sajnos annyira nem elég a fizetésem, hogy a kisfiamat, aki 3 éves, hetente meglátogassam. Úgy fog felnőni, hogy az édesapját nem látja, nem tudom a fejlődését átélni, pedig imádom. Az édesapa legjobb esetben is csak 3 hetente tudja meglátogatni Szolnokon élő családját. Egyszerűen nincs pénze ingázni. És messze nem ő az egyetlen az országban. Hát ez nem fog eredményt hozni. A halmozottan hátrányos helyzetű Kunmadaras polgármesterének egyáltalán nem tetszik ez a kezdeményezés. Attól jobb a helyzet, mert Budapesten, vagy Miskolcon, vagy Nyíregyházán teszünk a zsebébe állami támogatást valakinek, vagy attól, ha a lakóhelyén oldjuk meg a problémáját, és nem kell neki ingáznia. Tehát viccesnek tartom, hogy az állami szinten 2000 emberbe gondolkodnak, és nem 2000 embernek hiányzik a probléma, és nem csak a kezdő diplomásoknak, akik ugye diplomások és most kezdenék a munkát, hanem azoknak, akik azért 38-40 évet dolgoztak, és most nem tudnak. A kunmadarasi emberek is naponta jelennek meg a kirendeltségen. Ez pedig már a közeli Karcag, a mindig zsúfolt munkaügyi hivatal. Itt azt mondják, amióta lehet hallani a lakbértámogatásról, a fiatalok közül sokan érdeklődnek ilyen munkalehetőségek iránt. A többség azonban inkább az otthonához közel maradna. Nem szívesen mozdulnak az emberek. Nem szívesen. Tehát inkább egyrészük inkább lejjebb adja az életszínvonalat, és a családjával marad. És alkalmi munkákat próbál magának keresni. Azért én teszek rá egy kísérletet, hogy változtassak a helyzeten. Domokos úrtól kérek néhány friss állásajánlatot. Ide bárki jelentkezhet. Bárki, így van, így van. Csak Zalaegerszegre kell menni. Felcsapok tehát munkaközvetítőnek, és visszamegyek Kunmadarasra. De nem járok túl sok sikerrel. Nem szeretnék elmenni itt helyre. Ez nekem itt helyben ez nagyon, nagyon megfelelő. Mert? Csak azért, mert nekem gyermekeim vannak, tehát nekem kötelességem van, az, hogy itthon eltartsam őket normálisan, nem menjek messzire tőle. Neked van munkáid Kunmadarason? Van, de most nem értem. Nem menni. Elvállalná az ember, nem arról van szó, hogy nem vállalná el, csak hogy messzi van, meg mit tudjam én, meg itt anyám is itthon van, meg úgy mindenki, családtag, rokonok, stb. A helyi kocsmában azonban nagyobb sikerem van. Úgy húznék innen a hócipőben, ha lehetne, hogy ajaj. Itt úgy tűnik, jobban ráérnek az emberek, és szókimondóbbak is. Jártam itt végig Pestről, Jászberénytől kezdve mindenfelé, ingáztam elég sokat. És milyen volt ingázni? Most mondjam ki, hogy... szar. Mi volt benne a rossz? Hát 2,5 rossz út, oda, 2,5 rossz út vissza. Életemet buszon töltöm. Az ingázástól tehát kirázza a hideg ezt az urat. Amikor viszont elmondom neki, hogy lehetőség van lakbértámogatással a munkahelyhez közelre költözni, már kezdi érdekelni a dolog. Elgondolkozna rajta? Hát ha így lenne, igen. Igen. Ha több lenne, mint itt, akkor igen. És ha egy üzlet egyszer beindul, nem sokkal később egy újabb álláshirdetést tudok célba juttatni. Neked van munkád? Nincs. És érdekel? Hát persze, hogy érdekel. Akkor is, hogyha mondjuk az Alaegerszegen lenne a munka? Persze. Lám, mégsem olyan ijesztő ez a távoli munkavégzés, legalábbis egyesek számára. Azért a többség nem szívesen hagyja ott az otthonát, szóval a terv nem rossz, de hogy Kunmadarason, sőt országszerte érezhetően csökkenjen a munkanélküliség, attól... Nos, attól még nagyon messze vagyunk. Ott vagyunk már! Nem! Ott vagyunk már! Nem! Itt vagyunk! Ott vagyunk már! Nem! Ha nem muszáj, nem szeretünk utazni, nemhogy 100, de még 10 kilométert sem teszünk meg szívesen a munkahelyünk és az otthonunk között. Ez persze nem kívánságműsor, dolgozni muszáj, és ha csak messze van a munkalehetőség, hát akkor ott. Bár a lakbértámogatás miatt most elvileg duplán megéri majd ingázni,
Én mégis azt tapasztaltam, hogy elsősorban a családtól, a gyermekektől való távolság miatt ezt az életformát csak nagyon kevesen a legelszántabbak, na meg a pályakezdő fiatalok merik vállalni. Vagyis ez az új támogatási rendszer csak egy igen szűk réteg számára jelent reális lehetőséget. A többség továbbra is úgy gondolja, nem az embereket kellene odavinni a munkahelyekhez, hanem fordítva, a munkahelyeket kellene közelebb hozni az emberekhez. A TV2 naplójában Szántó Dávid riportját látták.